Sziasztok! B-Crack vagyok, elektronikus zenei producer, és ezen a tutoriálon szeretném nektek bemutatni, hogy hogy lehet az Ableton-nal az insert effekteket külső csatornára küldeni, és bármilyen vokált vagy külső hangszert állíthatni, szoftverből kinyert effektekkel megspékelni. Ez akkor nagyon fontos, amikor egy klubban rossz körülmények között túl hangos zene, túlságosan kicsi terem, meg vagyunk lőve így az effekt beállításokkal, akkor nagyon hasznos tud lenni, hogyha csak az effekteket egy külön csatornán, külön elhúzva, vason keresztül tudunk állítani. Ahhoz, hogy az Ableton-ból generált effektsávokat bármilyen külső hangszerre kinyerjük, szükségünk van egy olyan hangkártyára, amin több kimenet található. Én egy Focusrite hangkártyát használok, ezen 4 kimenet van, és 2 bemenet. Az 1-es, 2-es kimenetet azt a normál audio jelekhez használom. A 3-as, 4-es kimenetet kimondottan a insert effektekre. Az insert effekt sávokhoz nyissunk meg egy audio sávot. Ez nekem már itt előre meg van nyitva. A bemenetet válasszuk ki arra a bemenetre, ahonnan a keverőpultból érkező jelet fogjuk fogadni. Jelen esetben ez nekem a 4-es csatorna. A monitort állítsuk in-re, és a kimenetet pedig tegyük a jelen esetben 3-as, 4-esre, ahol az effektsávokat fogjuk a keverőre kiküldeni. Erre az audio csatornára tegyünk egy tetszés szerinti effektet. Én egy erős reverb-öt tettem rá. Amikor beállítottuk a megfelelő effekteket, és beállítottuk a megfelelő csatornákat, akkor nincs más dolgunk, mint az effekt szintjét a jelen esetben 3-as, 4-es kimeneten keresztül a pótméterrel állítani. Illetve nagyon fontos, hogy az effektnek az EQ-ját is tudjuk most már állítani, ha esetleg az adott helyiségnek a karakterisztikája megköveteli, akkor közepekből levenni, ne zengjen be, stb. Így hangzik most effekt nélkül. És a rárakott effektekkel. És ugye itt tudjuk állítani az EQ-t rajta. Amennyiben rögzíteni szeretnénk a felvett anyagot, nem kell más csinálnunk, csak egy újabb audio csatornát megnyitnunk, ugyanarra a bemenetre bekapcsolni a monitort, és mind a kettő felvétel gombot beélesíteni. Ha átlépünk Session View-ba, ott a felvétel gombra rányomunk, és fel tudjuk venni külön jelen esetben a gitárt, és külön annak az effektjét. Köszi, hogy megnéztétek ezt a rövid kis tutoriált. Jelentkezem még majd újakkal. Sziasztok!